Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit! Önök a Péntektől Péntekig című heti hírösszefoglalónkat látják, Mezőtúr és térsége legfontosabb eseményeivel. A Gál Ferenc Főiskola projektnyitó rendezvényét június 26-án tartotta a Városi Oktatási Centrumban, ahol helyi termékbemutatóra is sor került. Tekintsék meg a szállításunk! Ferenc Főiskola a három Jász-Nagykun-Szolnok megyei Liderhelyi akciócsoporttal közösen nyert a Lider térségek közötti együttműködés pályázaton. Mit tudhatunk a projekt történetéről? Dr. Barancsi Ágnes, aki a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat vidékfejlesztési referense, figyelt föl erre a pályázati kiírásra, és miután neki kapcsolata van a Líder helyi akciócsoportokkal, melyből 6 működik a megyében, ő volt, aki először gondolkodott arról, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, egy ilyen pályázattal élni, kitűnő lehetőséget teremthet olyan célok megvalósítására, amelyekre szükség van. És miután mi Ágnessel már korábbi programokban, vidékfejlesztési, humán erőforrásfejlesztési programokban dolgoztunk együtt, egy nyári, meleg nyári napon újra leültünk néhány helyi akciócsoport vezetőjével, elolvastuk a pályázatot, és arra gondoltunk, hogy számos olyan eleme van, számos olyan célja van, amelyek összehangolhatók, illetve összeilleszthetők, összeegyeztethetők azokkal a célkitűzésekkel, amelyekre mi gondoltunk. Gondoltunk arra együtt, hogy a közösségfejlesztésnek, a közösségépítésnek, a helyi közösségeknek, az emberek, személyek közötti kapcsolatoknak nagy szerepe van abban, hogy ki marad ott a térségben, ki találja meg a boldogulását. Ahhoz, hogy a boldogulását megtalálja, ahhoz szükség van arra, hogy jövedelme legyen. Ahhoz, hogy jövedelme legyen, szükség van termelésre. És mi arra gondoltunk, hogy hihetetlen sok kitűnő kezdeményezés, helyi kezdeményezés van ma már a megyében, és a közelmúlt változásai hoztak egy nagyon jelentős fejlődést vagy változást, és arra gondoltunk, hogy nem tudunk még róluk, vagy nincs olyan hely, nincs egy olyan adatbázis, nincs egy olyan térkép, amely valamennyit tartalmazná. És arra gondoltunk, hogy ezt jó lenne megtudni, feltérképezni, megismerni, és ha már feltérképezzük, és megkeressük, és felkeressük ezeket a helyi termékkészítőket, helyi szolgáltatásokat, nyújtókat, akkor érdemes lenne őket megismertetni azzal, hogy milyen előnyei vannak az együttműködésnek. Valószínű nem is kell ezt bemutatni, vagy elmondani, hogy milyen előnyei vannak, hiszen egy közös kóstolás, egy közös tapasztalatcsere, kis megbeszélés arról, hogy te hogy csinálod, én hogy csinálom, nekem hogy sikerül, neked hogy sikerül. Ebből már egy olyan kapcsolat alakulhat ki, ami lehet, hogy bizalmi kapcsolat. És ha már bizalmi kapcsolat van, akkor már az együttműködés egyszerű is. A Jász-Nagykun Szolnok megyei SE Szociális Közalapítvány, az hogyan kapcsolódik ez a programhoz? Igen, mint ahogy mondtam, mi közösen dolgoztunk a Nemzeti Vidéki Hálózat vidékfejlesztési referensével, a Gál Ferenc Főiskola helyi szervezőjével, dr. Barancsi Ágnessel, és azt kell egy ilyen helyzetben, amikor egy pályázati lehetőséggel ismerkedünk, végig gondolni, hogy mi az a tudás, mi az a kompetencia, mi az a képesség, amit hozzá tudunk tenni. És a Szociális Közalapítványunk évek óta dolgozik közösségfejlesztőként, dolgozik olyan programokban, szociális fejlesztési programokban, amelyek a vidék fejlesztésére irányulnak. Ezért az a tudás, amit mi ehhez hozzá tudunk tenni, az éppen a kutatási programok. Tehát egyrészt a megkeresése, fölkeresése, fölkutatása a helyi termékgyártóknak, helyi termékkészítőknek. A másik, amihez mi az eddigi praxisunkban, tevékenységünkben tapasztalatot szereztünk, az a képzés, felnőtt képzés, illetve a hálózatépítés és a hálózatfejlesztés. Tehát mi, amit ehhez hozzá tudunk tenni, az a kutatás, képzés és a hálózatépítés.
Különböző képzéseket is szerveznek ezekről, amit tudhatunk, milyen típusú képzések lesznek ezek? Abból indultunk ki, hogy nagyon sokféle tudásra van szükség ahhoz, ha valaki helyi terméket készít. Persze alapvető a technológiai tudás, hogy lesz a tejből sajt, hogy lesz a vesszőből kosár, és sorolhatnám a példákat. De ahhoz, hogy ez a helyi termék, ezt a helyi terméket megismerjék, ezt a helyi terméket megvásárolják, ezt a helyi terméket elfogadják, ahhoz egyéb más tudásra is szükség van. Ahhoz nem elég tudni jól sajtot gyártani, vagy jól vesszőt fonni, ahhoz szükség van arra, hogy képes legyen jól kapcsolatot teremteni, piaci kapcsolatokat építeni, jól kommunikálni, hogy jól el tudja adni a terméket. És ezek a tudások, ezek az ismeretek járulhatnak hozzá ahhoz, hogy aztán egy fenntartható vállalkozás legyen ez, akár szociális szövetkezeti keretben, akár családi gazdaságban, családi vállalkozásban gondolkodunk. Tehát a mi képzéseink nem elsősorban a technológiára, nem elsősorban a közvetlen szakmai ismeretekre vonatkoznak, ezek megszerezhetők más képzésben is, szükségesek is bizonyos termékelőállításban. Sokkal inkább a személyes hatékonyságot, sokkal inkább azokat a tudásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ez egy fenntartható program legyen. Kiknek szólnak ezek a képzések? Van-e célcsoport? Azt tudom mondani, hogy mindenkinek. Annak, aki még csak gondolkodik ezen, annak, aki már csinálja, annak, akinek kudarca van, annak, akinek sikere van. Ugyanis az a tervünk, hogy a résztvevők igényeihez és szükségleteihez alakítjuk a programot. A programban lesz, a képzésekben kollégáim tutori munkát végeznek. Ez azt jelenti, hogy minden résztvevőt megkérdeznek, mi az, ami számára fontos, milyen tudáshiányt határoz meg, milyen ismeretekre lenne szüksége, miben érzi magát erősnek, miben érzi magát gyengébbnek, mi lenne az, ami véleménye szerint az ő fejlődését szolgálná, és a tananyagot, a képzési program tartalmát ehhez fogjuk illeszteni. Tehát az akár egyrészt egyéni igényekre, és nyilván a csoportoknak is lesz itt szerepe, hiszen az az elképzelésünk, azt prognosztizáljuk, hogy az képzésen jelenlévők, miután közösen látnak el egy feladatot, készülnek egy szakmai munkára, ők már kapcsolatba fognak egymással lépni, és elképzelhető, hogy már ez a hálózat alakul mindenki megelégedésére. Az én ideámban az szerepel, amit most közelmúltban éltem meg, és már előtte is olvastam róla, és ez villányba vezet, a villányi borvidékre vezet, ahol villányi boros gazdák több tíz évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy bár egymás riválisai a piacon, a boreladásban, de ők úgy gondolták, hogy ahhoz, hogy a villányi borvidék felvirágozzék és valódi és meghatározó legyen, nem kellett, voltak ennek hagyományai, ugye mindannyian tudjuk, úgy döntöttek, hogy ugyan egymással versenyeznek, de képesek egymással összehangolni a munkájukat, és megszervezték, most nem magyarázom, hogy ez milyen gazdasági formula, de a lényeg az, hogy mindenki megtartotta az önállóságát. És az történik, hogy a villányi pincékből, ha járunk egyikből a másikba, az egyik kacsalábon forog, a másik kevésbé forog kacsalábon, és megkérdezzük az egyik borkóstoltatót, aki bemutatja a pincét, hogy mi a múltkor vettünk a másikéból, akkor nem azt mondja, hogy azt ne vegyék, mert az nem jó, mert az nem az enyém, mert ugye ilyennel is találkoztatunk, hanem azt mondja, hogy nem rossz az az évjárata, talán egy kicsit savasabb. Fogyasszák azt is jó ízzel. Tehát arról beszélnek, hogy mi itt a villányi borvidéken ilyen a bor, a egymásnak nem a kiszorítására, nem arról van szó, hogy hogyan szoríthatják egymást, nem arról van szó, hogy hogyan mondhatnak csak a magukéről jót, hanem tényleg tudnak együtt. És akkor ennek az ellenpólusa, és most direkt nem megyei példát mondok, jó? Nem akarok magunk számára tűzöt tartani.
Egy szatmári élményem, ahol ott ültünk, szintén egy ilyen hasonló műhelymunka keretében, nyilván célzottan jöttek olyan településvezető, gazdálkodók, akiknek köze volt ahhoz, hogy a helyi termeléshez, és ott azt fogalmazták meg, hogy nem tudunk együttesen megjelenni a krumplinkkal, a hiába a jó krumplink, a pesti, a fővárosi, a konkrét meghívásra a csepeli piacon, mert hát a mi krumplink jó, de honnan tudom én, hogy a másik településen a termő krumpli milyen? Az enyémben bízom, meg van egy mérték, mondták, hogy hát nálunk nem tudom hány zsák terem, a másik helyen meg hát nem is terem annyi, meg hát nem is olyan jó minőségű, meg nem is olyan megbízható. Tehát azt gondolom, hogy ez a két véglet, nyilván a szatmári történethez még sok-sok együtt gondolkodás, sok-sok közös érdekli a kimondása szükségeltetik, és hát remélem, hogy azért ennek a programnak a végére lesz 8-10-15, ugye ezt nem írtuk le indikátorba, olyan helyi termék készítő, reméljük több is, olyan helyi termék gyártó, akik tudnak majd összehangoltan megjelenni bizonyos piacokon, bizonyos területeken, vagy közösen fellépni, érdeket érvényesíteni, hiszen ennek vannak ilyen ágazatai vagy keretei is. Nem csak arról van azt, hogy együtt eladni, hanem együtt érdeket érvényesíteni, talán ez még fontos. Tehát miután nekünk az a célunk, hogy valamiféle hálózatba szervezzük a helyi termék, helyi szolgáltatók színes szervezeti rendszerét, ezért a kutatásunk is a kiindulása az, ami szolgálja a hálózatépítést, ez pedig az, hogy közösen, illetve megkeressük azokat a fogalmi magyarázatokat, szemületi alapokat, ami ezekre vonatkozik. Ugye ugyanazt a fogalmat, ugyanazt a szót használjuk a tudományos nyelvben, használjuk a politikában, és használjuk a hétköznapi értelemben. Beszélgetünk egymással, úgy gondoljuk, mind a ketten magyar nyelven beszélünk, és az egyikünk fejében valami egészen másra, mint a másikunk fejében. Tehát ahhoz, hogy egyenrangú partnerként, illetve hogy együtt tudjunk működni, arra van szükség, hogy értelmezzünk együtt, határozzuk meg az egyes szavak, kijelentése, fogalmak tartalmát. Ezért mi is azzal kezdjük, hogy mindaz, ami ezügyben szóba került, megpróbáljuk leírni és értelmezni, hogy mi az, hogy helyi gazdaság, egyáltalán mi az, hogy helyi termék, van ennek jogi, van ennek tudományos, van ennek egyéb szakmai, nyilván vannak, sokféle van jelen. Mit mond a pályázati világ, hogy fogalmazza ezt meg a forrásszervező, és a többi. Tehát ebben szeretnénk egyfajta rendet tenni, vagy nem rendet tenni, egy közös értelmezés, nyilván a rendtétel az nem a mi dolgunk, mert nem is ez a lényeg, hanem hogy hogyan lehet ebben eligazodni, ebben a labirintusban, vagy ebben a sokoldalú fogalmi sokszínűségben. Mi a célja a projektnek, kik az együttműködés résztvevői? Gál Ferenc főiskola életében egy újabb állomás következett, amely kardinálisan befolyásolja a további működésünket. Ugyanis térségek közötti LIDER pályázatban nyertünk egy olyan projektet, amely keretén belül 3 megyei helyi akciócsoporttal tudunk közösen dolgozni. Ők a Jászok, a Nagykunok, illetve a Tiszamenti LIDER helyi akciócsoport. A pályázatnak a koordinátora a Gál Ferenc főiskola mezőtúri bázisa, és ez a másik 3 szervezet a közreműködő szervezetek. A pályázat legfontosabb célja az volt, hogy ezekkel a helyi akciócsoportokkal egy közös együttműködést tudjunk kialakítani, illetve újabb megyei vidékfejlesztési partnerek bevonását tudjuk generálni. További célként fogalmazódott meg, hogy a megyében lévő helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott
tevékenységeket felmérjük, azokat a szervezeteket, őstermelőket, egyéni vállalkozókat bevonjuk ebbe a hálózatba, és egyfajta együttműködési láncot tudjunk kiépíteni. Megfogalmazódott még, hogy alulról építkezve próbáljunk egy hosszú távon fenntartható együttműködést kialakítani. Itt elsősorban a gyermekek, a fiatalkorúak, illetve a nők kaptak szerepvállalást ebben a projektben. Persze ez nem zárja ki, hogy férfiak nem vehetnek részt, de elsősorban a gyerekekre és a nők fele koncentrálunk. Hogyan épül fel ez a projekt? Mit tudhatunk a tevékenységekről? A főiskola projekt része több elemből épül fel, és több csoportra bontható. Az első csoport maga a kutatásra épül, tehát a helyi akciócsoportok bevonásával feltérképeznénk mély csoportos interjú, személyes elbeszélgetések, kérdőívezés kapcsán, hogy a megyében milyen helyi termékeket előállító szervezetek léteznek. A másik csoportot képezi maga a képzés és az oktatás, tehát az a jó gyakorlat, amit mi a megyén belül összeállítunk, ezt bevisszük az oktatásba, és a nem csak a már meglévő ismeretekre alapozó tananyagot kapnak a jelenlévők, hanem már erre az új ismereteknek a bevonására is sor kerülhet. 5 képzést fogunk indítani, egy szociális gazdaság, szociális szövetkezet, esélyegyenlőség, kézműves termékek és a háztáji gazdálkodás a helyi termékekkel, helyi szolgáltatásokkal való kapcsolatára fogunk építeni. Maga az első képzés 2014. július 14-én indul itt a főiskolán az oktatási centrumban. Képzésenként 30 órát fog jelenteni. Itt nem elsősorban az a cél, hogy azok a gazdák, azok a vállalkozók, akik már esetleg kézműves termékeket állítanak elő, vagy önellátó gazdálkodást folytatnak, hogy az ő alapozó képzésük meglegyen. És nem az a cél, hogy bárkit megtanítsunk a kézműveskedésre 30 óra alatt, hanem az a legfontosabb feladatunk, és az a legfontosabb küldetésünk, hogy a már háztáji gazdálkodást folytató egyéneknek adjunk plusz információt, tehát tudják azt, hogy hol kell a terméküket értékesíteni, megmutatjuk azt, hogy honlapokon hogyan lehet barangolni, milyen pénzügyi manipulációkra kell figyelni, hogyan tud ő maga a további hálózatokat létrehozni, hol tudja a termékeit értékesíteni, tehát gyakorlatorientált felnőtt képzést indítunk. Erről igazolást kapnak, ugye, ami a felnőtt oktatási rendszerben FAT számmal jelölik, tehát teljesen hivatalosan működik. Ez az ő tevékenységnek egy kiegészítő papírja lehet, tehát ez nem OKS képzés, nem tud ezzel más munkahelyeken úgymond elhelyezkedni, nem felsőfokú, hanem plusz információt adó, igazolást adó képzést, amit a mostani munkája során fel tud használni. Tehát ez megfelelően regisztrált és megfelelően regisztrációs számmal ellátott felnőtt oktatási képzésnek minősül. Meddig várják a jelentkezőket a képzésekre? 2014. július 7-éig, de ha valaki lecsúszik róla, mert ugye az első képzésünk július 14-én indul, sincs semmi gond, mert később is tudnak jelentkezni. Ezek a képzések, amik most indulnak júliusban, ez a szociális szövetkezet, szociális gazdaság, illetve az esélyegyenlőség. Maga a kézműves és a háztáji gazdálkodás szeptember és októberben fog indulni, úgyhogy arra kérném a kedves tévénézőket, hogy próbálják a sajtót folyamatosan követni, a honlapjainkat olvasni, vagy személyesen bejönni a főiskolára, és itt a portán is felvilágosítást tudnak neki adni, szóróanyagokat tud vinni. Tehát én úgy gondolom, hogy a rádiótól a tévéig mindenhol meghirdettük. Tisztelettel üdvözlöm Önöket a Gám Ferenc Főiskola vezetése nevében. Barancsi Ágnes vagyok, jelenleg itt dolgozom a főiskolán, és a Líder térségek közötti együttműködés projektnek én vagyok itt az intézetben az egyik koordinátora. Még mielőtt belekezdenék a pályázat bemutatásában, szeretném egy kicsit bemutatni a főiskolánkat nagyon röviden. Bocsánat. A
A Gál Ferenc főiskola székhelye Szegeden található a Dó téren. A Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában van ez az intézmény, és Kisrigó László püspök úr pár évvel ezelőtt az egyház közösség vezetőivel úgy döntött, hogy ahogy a teológiai tanulmányok mellett megpróbálnak egy olyan innovatív dolgot belevinni az oktatásba, aminek akkor hazánkban még nem volt példája. Ez nem más volt, mint az, hogy a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés irányába is nyitott az egyház, és olyannyira komolynak gondolta az elhatározását, hogy 2012-ben itt Mezőtúron létrehozta a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Intézetét, valamint a Térségfejlesztő Innovációs Központot. Mindkét intézetnek az a feladata, vagy az a funkciója, hogy itt Mezőtúron valaki segítsen, nem tudom miért nem megy a léptető, hogy itt Mezőtúron elindítsunk egyfajta felsőfokú képzést, ehhez kapcsolódóan a felnőtt oktatást, illetve elindítsuk az akkreditációs folyamatokat, szaktanácsot adjunk a környező és a térségben dolgozó. Tovább fejlődik a Városi Sportcentrum. Jelenleg is zajlik az öltözők és a vizes blokkok felújítása. A témával kapcsolatban Herceg Zsolt, Mezőtúrváros polgármestere számolt be televíziónknak. Egy pályázat keretében valósul meg a Városi Sportcentrumban az öltözők felújítása. Mit tudhatunk erről a pályázatról, milyen forrásból valósul meg? Talán ott kezdeném, hogy önkormányzatunknak kiemelt feladata többek között a városi sportlétesítmények folyamatos fejlesztése is. Ugye így kerülhetett sor az automata tekepálya felújítására, hát nevezetesen egy automata beszerzésére, ami már azért nagyon hosszú ideje, évtizedek óta hiányzott a tekepályáról. Aztán sikerült megvalósítanunk egy kis műfős pályát, amely hát szintén nagy öröm a számomra is, és hát a sportszeretők számára is meg lehet tekinteni, mindig zajlik valami ezen a kis műfős pályán. Ezt követte aztán a nagy füves pályának a felújítása, amely még mindig zajlik, és hát reméljük azt, hogy most már a nyár folyamán ez be fog fejeződni, és ma jövő tavasszal tekintettel arra, hogy a fűnek ugye meg kell erősödnie, jövő tavasszal vehetik igénybe a labdarúgók majd, és hát az egyéb atlétikát űző sportolók majd ott kint a sportlétesítményekben. A mostani projekt, amely ugye szintén ebből az úgynevezett látványsport támogatásából kapott forrást, ez úgy néz ki, hogy 10 millió forint a beruházás nagyságrendje, mind a 8 öltöző, amely található az épületben felújításra kerül. A forrás összetétele úgy tevődik össze, hogy 7 millió forintot az MLS-től nyert el a MAFC Sportegyesület pályázat útján. És ehhez is, és az a már említett nagyfüves pálya felújításához is, és annak idején a kisműfüves pályának a megvalósításához is Mezőtúrváros önkormányzata biztosította az önerőt. Ebben az esetben az öltözők felújításához 3 millió forintot teszünk hozzá, tehát ez összességében azt jelenti, hogy 10 millió forintból újulnak meg az öltözők. Az, hogy mi fog konkrétan történni, arról is szeretnék néhány dolgot mondani. Ugye a burkolatok, tehát a vízszintes padló burkolatok, a csempe burkolatok felújításra kerülnek, az elektromos hálózatok szintén felújításra kerülnek, a dugaszoló hajzatok, kapcsolók újak lesznek. Ezen kívül a vizes blokkok is felújításra kerülnek a vízvezetékrendszerrel együtt. Vandálbiztos zuhanyzók és csaptelepek kerülnek elhelyezésre. 12 darab műanyag ajtó kerül be a már elhasználódott, elkorodált faajtók helyére. És hát nem utolsó sorban, majd festéssel zárul a felújítás. Ebből a projektből, ha ezt befejezzük, akkor ugye az következik, hogy az öltözőink most már valóban 21. századi körülmények között tudják fogadni mind a versenysportban, mind a szabadidősportban tevékenykedő sportolókat. Hogyha elkészülnek ezek az öltözők, mennyiben könnyíti majd meg a sportolók életét?
Hát jelentősen most ugye azt tapasztalhatjuk ott a létesítményben, hogy van olyan öltöző, ahol nincs is például mosdókagyló, minden öltözőben két darab mosdókagyló kerül majd elhelyezésre. Nagyon sok probléma volt például a szennyvíz elvezetéssel, nagyon sokszor, igaz, hogy ez közvetlenül a sportolókat nem érintette, de néhányszor azért volt belőle kellemetlenség, tehát a szennyvíz elvezetési problémákat is megszüntetjük, új szennyvízbekötések készülnek az udvari csatorna rendszerbe, új vezetékek lesznek lefektetve. Tehát tulajdonképpen minden adott lesz, tehát az öltöző, az infrastruktúra most már olyan színvonalú lesz, hogy ez abszolút nem zavarja, sőt, könnyítheti majd a sportolóknak a munkáját, és hát nem utolsó sorban a szabadidős sport, a tűzők is egy olyan körülmények között öltözhetnek át, és tisztálkodhatnak majd, amikor befejezték az adott mérkőzéseket, hogy ez mindenképpen a 21. századnak megfelel. Továbbra is önkormányzatunknak, és nem utolsó sorban a MAFSZ sportegyesületnek is az a célja, hogy tovább tudjuk folytatni a sportlétesítmények fejlesztését. Gondolkodunk egy nagy műfüves pálya létrehozásában is, amely a régi salakos pályára kerülne, és hát nem tettünk le arról a szándékunkról sem, hogy energetikailag az egész létesítmény, tehát a székházat és a sportcsarnokat is természetesen pályázati forrásból, hogyha erre a jövőben lesz lehetőségünk, akkor feltétlenül minél hamarabb fel szeretnénk újítani. És hogyha visszatérünk az öltözőkre, mikorra várható, hogy elkészül a beruházás? Ez a nyár végére feltétlenül, illetve szakaszosan adják majd át az öltözőket. Júliusban, illetve augusztusban, ha jól emlékszem, a dátumra már indul például a megyei labdarúgó bajnokság, és szeptemberben a kézilabda is beindult, tehát akkora mindenképpen a szükséges darabszámú öltözőnek rendelkezésre kell állnia. Június 28-án Miénk itt a tér címmel rendezett a Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület családi napot a sport és a néphagyományok jegyében. Az eseményen készült felvételünk következik. A Miénk itt a tér című program egy pályázat keretében valósul meg a mai napon itt Mezőtúron. Mit tudhatunk erről a pályázatról? Az önkormányzat az EOP kiírására adta be a pályázatát. A projekt neve Városközpont funkcióbővítő fejlesztése. Mezőtúr nagyon sok közterülete meg fog szépülni, megújulni, a város főtere, és még sorolhatnám, nagyon sok helyen folynak majd a kivitelezések, itt a Szabadság téren is fogunk építkezni. A projekten belül úgynevezett szoftelemeket is meg kell valósítani, ezek rendezvények, és elsősorban a hagyományok őrzése, egyes településeknek az értékeinek a bemutatásai, természetesen nekünk is a mai napon itt meg tudják mutatni magukat nagyon sokan, és ugye az egész rendszert azt úgy kell elképzelni, hogy aki ezt a programot meg szeretné valósítani, az egy külső szervezet, ugye jelen esetben a mai napon a Szivárvány Népzenei Egyesületnek pályázatot kellett benyújtani az önkormányzathoz, és hogyha a programnak az elemei, az általa kitűzött célok illeszkednek a pályázat követelményeihez, akkor ezeket a programokat meg lehet valósítani. Így nyert el az Egyesület ezt a 1,5 millió forintot, és a mai napon egy egész napos délelőttől estig tartó rendezvényt meg tud valósítani. Említette, hogy szoftelemeket is meg kell valósítani a pályázat keretében. A többi ilyen elemről tudhatunk-e már valamit? Igen, hát ez mind-mind arról szól, hogy a környezettudatosságra nevelés, a hagyományok ápolása, a hagyományaink őrzése, azok bemutatása. Elsősorban ez, akár a sport területén, de bizonyos ezek a szabályzók bizonyos mértékben ugye rugalmasan kezelendők, minden olyan értékes dolgot meg lehet valósítani, amely illeszkedik ezekhez a kiírásokhoz. Én arra kérek mindenkit, hogy figyeljék ezeket a kiírásokat, ezeket mindig a Mezőtúr és Vidéke újságban is meg szoktunk jelentetni, amely ugye mindenhová eljut, és még a jövőben is lesznek ilyen hasonló kiírások, és hát buzdítok mindenkit itt Mezőtúron, hogy pályázzon ezekre, és hogyha ha illeszkedik a célkitűzésekhez, akkor bizonyára nyertes lesz, és értékes programok valósulhatnak meg a településen.
A mai programról mit tudhatunk? A testvértelepülés is részt vesz majd ezen a programon. Hát itt már láthattunk egy kis bemelegítő torna gyakorlatot. A sportolóink közül is nagyon sokan meg fogják tudni mutatni magukat. A népzenéről szól tulajdonképpen alapvetően a mai program, néptánc is lesz, hiszen Törökbecséről a vendégeink majd ezen a területen fognak bemutatkozni. Itt láthatunk árusokat, hagyományos népi házilag készített dolgokkal. Én azt gondolom, hogy ez egy igen színvonalas rendezvény, ha itt körülnézünk. Aki megéhezik, az is talál ennivalót, innivalót, úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a mezőtúriak itt egy szép, kellemes napot töltsenek el, és jól érezzék magukat, és emellett a hagyományainkat is ápolni tudjuk. A hagyományápolás és a sport is főszerepet kapja a mai napon, a Miénk itt a tér című rendezvényen. Milyen programokat állítottak össze? Igyekeztünk olyan programmal kedveskedni a mezőtúriaknak, ami minden korosztálynak és minden embernek lehetőséget biztosít arra, hogy jól szórakozzon. Ezért választottunk olyan dolgokat, ami a fiatalságot, a sportolni kedvelőket, az idősebbeket, a nóta kedvelőket megérintheti. De alapvetően, mint a nevünkben is benne van, hogy népzenei egyesület vagyunk, a néphagyományok, a népi hangszerek, a néptánc dominál leginkább a mai napon. Úgy szintén, mint ahogy máskor is, ugye a citera gálán a citerázás meg a néptánc a fő, most ebben is azért ezen a rendezvényen is igyekszünk egy olyan programot összeadni a mezőtúriaknak, amely elsősorban a néphagyományokon alapul. Vannak színpadi programok, valamint különböző kísérő programok is. A színpadon a különböző programok mellett, a színpad melletti üres területeken, füves területeken gyermekfoglalkoztatás, korongozó bemutató, népi hangszerkészítő, tanfolyam. Szolnokról a Teszvesz Alapítvány jóvoltából itt van egy hagyományos európai fajátékokból összeállított garnitúra, amit a gyerekek kihasználhatnak itt a játszótér területén. Emellett egész nap büfé áll a rendelkezésére a közönségnek. Fagylaltozás, lángosütés, minden, ami szemszájnak ingere. A testvértelepülés is részt vesz a mai programon. Milyen keretek között? A törökbecsei testvéreinkkel már hosszú évtizedekre visszamenőleg nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Minden évben hívnak minket is, ezért mi is kötelességünknek éreztük, hogy ezen a rendezvényen is ők is szerepeljenek. Hozták a piciket, a kisebb tánccsoportot, hozták a felnőtt tánccsoportot, hoztak zenészeket, énekeseket. Tehát úgy gondoljuk, hogy méltóképpen be tudnak mutatkozni ezen a színpadon most, ma délután. Hány óráig várják az érdeklődőket a mai napon? Hát most kezdtünk 3-4-10-kor a sporttal, a reggeli tornával, és remélhetőleg az esti Bully Express Company által előadott koncert az mindenkinek hasznos szórakozást fog nyújtani. Körülbelül este 8-ig várható, hogy a színpadon és a téren élet lesz és mozgás lesz. Egy hangszer bemutatót láthattak a nézők az előző percekben, Sippal Dobbal Nádi Hegedűvel címmel. Milyen hangszereket mutatott be? Magyar történeti népi hangszereket hoztunk, Inoka Győző tanítványommal, illetve bátyámmal Birinyi Andrással közösen. 1253 darabból áll jelenleg a Birinyi gyűjtemény. Nem a darabszám fontos, hanem az, hogy a kárpát-medencei hangszerek mindegyikéből, történeti népi akusztikus hangszeréből van, valamilyen válfaj, vagy valamiből sokféle is. Ugye itt mezőtúron is 2-3-szor már állítottunk ki ezek közül a hangszerek közül 4-5-600 darabot. Tehát most a színpadi hangszer bemutatóhoz 65 darab hangszert hoztunk el, amiről röviden szóltunk a rendelkezésre álló egy órában, illetve ahogy engedelmeskedtek, mindegyiket meg is szólaltattuk. Hogyan sikerült összegyűjteni ezt az óriási hangszergyűjteményt? A zene és a hangszerek szeretete családi indítatású. Édesapánk játszott több hangszeren, hegedült, citerázott, szájharmonikázott, nagyapám gombos harmonikázott és citerázott szintén. Mindketten jól énekeltek, apámnak volt zenekara is, mint primás, és ott ugye 60-70 kilométeres körzetben nagyon sok helyre hívták. Tehát belenőttünk ilyen értelemben a zenébe természetesen. És a hangszer készítésben is, mert az ezermester apánk sok mindent, tehát házat épített, a kertben mindenfélét megfaragott, csinált bútortól kezdve hangszerig. És utána
tudatosan kezdtük el gyűjteni már a Kárpát-medence hangszereit, de körülbelül a gyűjtemény 20%-a a világ legtávolabbi különböző részeiről is mutat rokon példányokat. Mely területekről? Ausztráliától kezdve Ázsiában, legutóbbi Kínából hoztam 4-5 hangszert, ami érdekes, rokon hangszeren tamburaféle, hegedű, fuvola, bambusz fuvolaféle, illetve dorombot, késdorombot, amit itt be is mutattam, nagyon szépen szól, gyakorlatilag hát éles a széle, használati eszközként is használható, de hangszer. Nálunk is volt ilyen, hogy pásztorbotba furuját faragtak, tehát hogy több vagy fokos nyélbe furuját, tehát hogy használati eszköz volt, vagy sétapálca, az 1800-as évek második felében külön divatja volt a sétapálca furujáknak, még a polgári körökben is, hogy lehúzta a végét, és akkor azon elkezdett furujázni. Melyek a legrégebbi hangszerek a gyűjteményben, és melyek a legújabbak? A legrégebbieket úgy korban nehéz behatárolni, ugye ezek több száz évesek. Tehát a hangszer anyaga, szerves anyag, fa, bőr, nád, egyebek, tehát nem annyira időt álló, főleg, hogyha nem megfelelő körülmények között vannak. Tehát néhány száz éves a legrégebbi. Ezek esetében nem feltétlen az a fontos, hogy ez több ezer éves legyen, hanem, tehát ásatásból kerüljön elő, hanem az a fontos, hogy ez az iratlan törvényű hagyományban felszínen maradt meglévő emlékeknek a sorozata, amelyek közül vannak múzeumi, muzeológiai példányok, tehát ami olyan érték, és vannak olyanok, jó része, legalább 50-60%, ami koncertszerűen máig használható, megszólaltatható. Egy részét pedig mi magunk készítjük, tehát 10 féle hangszer készült Táborfalván bátyám műhelyében, a citeráktól, tekerőtől, dudától, pánséptól, facimbalomtól, tilinkótól, végig se tudom mondani, lopótök citerán keresztül, illetve ezeket részben tanítjuk is a Csutorás Nemzetközi Népzenei Néptánc táborokban. Mezőtúriak is, Csider Pistiék tanítványaik, de Patkós Éva óvodásaitól kezdve támopos pályázat keretén belül nagyon sokan voltak, többen voltak már ebben a táborban, és hát ott korhatár nélkül népdaléneklést, hangszerkészítést, hangszerjátékot, táncot, filmezést, mindenfélét tanítunk, ami a hagyomány és a hagyománygyűjtéshez kötődő. Idén is megrendezik-e ezt a tábort? Augusztus 3-tól 10-ig lesz a 29. csutorástábor Örkényben, és hát van önálló honlap, Facebook oldal, ahol már a világ különböző pontjain lévő csutorás rajongókkal idézőjelben tudunk kommunikálni, mert Kanadából jön rendszeresen kinti magyar, de nem csak magyarokat tartalmazó tánccsoport, mert a tánccsoportnak ugye 60%-a egy szót nem tud magyarul, de nagyon szeretik a magyar táncokat, a magyar zenét, és jönnek a táborba, 2 évente érkeznek hozzánk. Kínából, Belső Mongóliából, Franciaországból, Németországból, de természetesen legtöbben a Magyarországról és a Kárpát-medencéből, a szomszédos határon túli területekről érkeznek hozzánk. Nagyon színes programokkal várják az érdeklődőket egész nyáron itt Mezőtúron, a mai napon is 2 program zajlik. Mire számíthatunk a nyáron? Én úgy gondolom, hogy a megszokotthoz képest még tovább színesedik a mezőtúri nyári programoknak a sorozata. Itt a mai napon ugye a Szabadság téren a Szivárvány Citara zenekarnak köszönhetően egy egész napos családi nap kerül megrendezésre. Tudni kell erről, hogy a Városközpont rehabilitációs programon belül, funkcióbővítő programon belül vannak különböző szoftelemek, és ezek közül az egyik valósul most itt meg a Szabadság téren. Egész nap zenés programokkal várják a kedves vendégeket, a kedves mezőtúriakat, úgy gondolom, hogy ide érdemes kilátogatni, illetve emellett majd a strandfürdőben az intézményellátó Kft. Szervezet szintén egy családi napnak mondható rendezvényt, azon belül pedig lesznek különböző főzőversenyek, délután vetélkedő a Nagymedencébe, este pedig egy éjszakai diszkóval zárul majd a rendezvény. Ez a mostani program, de elmondható, úgy látom, és úgy gondolom, hogy elmondható, mindenki látja, hogy hétről hétre, szinte minden hétvégén van mezőtúron program, és nem csak, hogy van mezőtúron program, hanem jó programok vannak. Elmondható, hogy a Vízparti Fiesta is ugyebár sikeres volt, akkor Mányi Tibinek itt a Szabadság téren volt egy rendezvénye, ugye, ami szintén elég jól sikerült, úgyhogy úgy gondolom, hogy hétről hétre érdemes a mezőtúriaknak nem elmenni itthonról, hanem itthon maradni, kimozdulni a lakásból és eljönni ide a terekre és megnézni, hogy milyen rendezvényekkel várjuk őket, szerintem érdemes mindegyikre kilátogatni. Hogyha a programokra gondolunk, akkor hosszú távon mi a cél itt mezőtúron? A hosszú távú célként azt mondhatom el, hogy mindenkinek olyan programot kínálni, ami érdekes lehet a számukra, gondolok itt a gyerekekre, fiatalokra, kamaszokra, fiatal felnőttekre, idősekre, nyugdíjasokra egyaránt. Úgy gondolom, hogy mindenki megtalálhatja a számításait, kezdve a gyereknaptól, a vízparti fiesztán keresztül, most a strandon lévő programokig, vagy említhetném később előre menve az ízfesztet, ugyebár, amiben szintén próbál az önkormányzat segíteni a szervező Sós Petiéknek. Aztán tovább menve Artúr Fesztivál, Túri Vásár, Lampionúsztatás, augusztus 20-a, illetve a Sárkányhajó verseny.
Hát most fejből felsorolni ennyit tudtam, de ezen kívül hál' Istennek még nagyon sok van, hogy ebből is látszik az, hogy tényleg próbáljuk minél színesebbé tenni a városnak a kulturális életét. Én úgy látom, hogy ezt a mezőturiak látják is, és ki is használják, hál' Istennek. Elkezdődött az első világháborús emlékmű felújítása. A közel 7,5 millió forintos beruházást, melyből 5 millió forintot pályázaton nyert el az önkormányzat, a HÓT 2000 Kft. Végzi, tájékoztatta televíziónkat Batta Attila Viktor, mezőtúrváros alpolgármestere. Megkezdődött az első világháborús emlékmű felújítás. Amit tudhatunk erről az emlékműről, miért vált szükségessé ez a felújítás? Hát igen, ez az emlékmű 1933 óta áll itt, akkor itt volt a kormányzó is, Horthy az átadásán, és gyakorlatilag, ha aki megnézte az emlékművet az utóbbi időben, illetve most is, ha ránézünk, mind a nevek meg vannak kopva, mind a talapzata, a lépcsőzete meg volt gyengülve, szét voltak csúszva a kövek. Ugye a 100 éves évfordulóra pályázatokat írtak ki, 5 millió forintra pályázott az önkormányzat, amelyet szerencsésen meg is nyertünk, ugye közel 2,5 milliót kell még hozzátennünk. Mit kapunk ezért? Hát ugye a neveket most is, ha felnéznek az emlékműre, neveket is már csinálják, kész van az alapzat megerősítés, majd meg lesz, rendbe lesznek téve a kövek is, a nevek is, tehát le lesz a rárakodott szennyeződés is takarítva, tehát gyakorlatilag egy generál javításon esik át az emlékmű, amire ugye már nagyon rá is szorult ez az emlékmű, hiszen így nem igazán méltó módon állított emléket a hősi halottainknak. De ahogy ez befejeződik, akkor újba gyakorlatilag régi fényében fog tündökölni, és örömmel jelenthetem itt az emlékmű, illetve a főtéren azt is, hogy legjobb számításaink szerint a jövő héten, de legkésőbb az következő héten megkezdődik a Városrehab program végrehajtása is, és ennek keretében meg fog újulni a környék is, ugye a járólapokkal, illetve a maga park is. Az emlékmű felújítása mikorra fog elkészülni? Hát ezt én meg pontosan nem tudom megmondani, de ha megkérdezzük az úriembereket, lehet, hogy ők meg tudják mondani. Én bízom benne, hogy 28-ára mindenképpen el kell készülni, hiszen akkor lesz a város ünnepség is, amely keretén belül már az új emlékműnél emlékezünk a hősi halottjainkra. Köszönjük szépen! Színes programkavalkáddal várták a strandolni vágyókat június 28-án. Grillverseny, légvár, trambulin és sorverseny is várta a kikapcsolódni vágyókat. A strandon készített felvételünket láthatják. Idén nyáron egyre színesebb programokkal várják a strandolókat itt mezőtúron. A mai napra milyen programot állítottak össze? A mai nap egy bevezető napunk lesz, délelőtt egy grillversenyt hirdettünk meg, grillételekkel lehetett nevezni, most még folyamatban van a verseny, délután pedig, hát remélem, hogy egy folyamatot szeretnénk elkezdeni, a fiataloknak hirdettünk meg a Nagymedencébe egy tréfás akadályversenyt. Erre várjuk a fiatalok jelentkezését, a vetélkedő után röplabda verseny lesz, délután DJ lesz, diszkó, 10 órakor, ugye most van a mozdulj egy éjszakán át nap, 10 órakor aerobikosok jönnek, aerobikozni lehet, illetve egy éjszakai futást hirdettünk meg a kórházzal, egy alapítvánnyal közösen. Éjszakai fürdőzéssel is várják a kilátogatókat, meddig lehet itt fürödni a mai napon a strandon? A mai napon éjfélig tartunk nyitva, 10-11 óráig lehet fürdeni. Szeretettel várunk mindenkit, minden medencében lehetőség lesz rá. Emellett idén nyáron milyen programokkal várják még a kilátogatókat? Az időjárástól függően lesznek programjaink. Ugye lesz két hét, egy hét az East Fest, utána pedig a Tóri Vásár. Szeretnénk, hogyha hagyomány lenne ebből az akadályversenyből, ezt 2-3 hét múlva, hogy az időjárás engedi, újra szeretnénk megpróbálni. Augusztus 20-a körül egy újabb diszkós rendezvényt tervezünk. Kialakítás alatt vannak, meglátjuk, hogy milyen igények vannak rá. Éjszakai fürdőzéssel lehet-e még számítani a nyáron? Nagyon nagy az érdeklődés, igen. Mikor jó idő van, teljesen nyitottak vagyunk rá, várjuk társaságok jelentkezését péntek, szombaton, bármikor. Ha jelentkeznek, akkor nyitva tartunk éjszaka is. És itt az intézmény állátónak a strandon egy faházat is sikerült vásárolnia.
Igen, hát ez nagy kérés volt a városlakók részéről, bővítsük a szolgáltatásainkat, elsősorban a büfét is. Próba jelleggel egy pár alkalommal árusítottuk a konyhánk termékeit, úgy láttunk, hogy nagyon szívesen fogadják, úgyhogy megvásárlásra került a melegvizes medence mögötti faház, és itt várunk nagyon sok finomsággal mindenkit. Itt a strandon milyen fejlesztésekre számíthatunk a közeljövőben? Egy nagy pályázatot nyertünk, ennek keretén belül az uszodába 2 új medence lesz átadva. A beruházás körülbelül 10 nap múlva kezdődik, nem befolyásolja a strand nyitvatartását, teljesen ott lesz a úszómedence körül. Úgyhogy ősszel már, ha minden igaz, akkor 2 új medencét át tudunk adni a fürdőzőknek, illetve az önkormányzat segítségével sikerült egy nagyon szép szaunát is vásárolnunk, úgyhogy teljes körű szolgáltatásunk lesz a hideg napokon is. És a szaunát mikortól vették igénybe majd a kilátogatók? Én úgy gondolom, hogy együtt lesz átadva a 2 medence, abból az egyik gyógyvizes, a másik ilyen multifunkcionális medence, gyerekek élménymedence egy kicsit, akkor ősszel átadásra kerül az egész beruházás, annak keretében adjuk át a szaunát is. És végül a belépőkről mit lehet tudni? A tapasztalatom az, hogy sajnos ezek a belépők úgy látom, hogy a városba drágának bizonyulnak, úgyhogy terve van meglepetésképpen, hogy előre hozzuk 2 órától lehet majd félárúval jönni, ezt meg fogjuk hirdetni, ez mostanától, vagy július 1-től, vagy utána való héttől már érvénybe fog lépni. Szeretnénk, ha mindenki visszaszokna, ezzel próbálunk kedveskedni a városlakóinak. A múlt heti programok után ezen a hétvégén strandfoci meccsel, valamint 14 órától kedvezményes belépővel várják a fürdőzni vágyókat a strandon. A mezőtúri népi díszítő művészeti szakkör június 28-án rendezte meg a 3. mezőtúri 100-tól szép hímzőverseny Kalocsai Virágok című kiállítását a Közösségi Ház nagytermében. Tekintsék meg a szállításunkat! Hiszen Török Pecsétől kezdve mezőtúron keresztül Szolnokon, Török
összeengedhessen szentesen, szarvasan át. A környékbeli települések mindannyian megtiszteltek bennünket azzal, hogy színesítsék és gazdagítsák ezt a kiállítást. Aki a múltját felfedezi és abból a legszebbeket kimeríti, annak van jelene, és az elkövetkezendőben van jövője. Ebben a jövőben a pici gyerekektől, az időskorúakig, a szépkorúakig mindenkit szívesen befogadunk. Azok, akik ezeket a gyönyörűségesen szép, hímzett lépeket létrehozták, tudják nagyon jól azt, hogy miből merítkeztek. A kalocsai néphagyomány az egyik legszínesebb és leggazdagabb hagyomány. És akkor, amikor végignézünk rajta, akkor az édesanyám jut eszembe, hiszen ő is készített annak idején nagyon sok szép függőt, olyat is, mint amit ott látunk a bejáratnál, és máig is díszíti a szobájuknak az ablakát. És aztán, hogy végignéztünk itt, láttuk azt, hogy micsoda munka kellett ahhoz, hogy ezeket a gyönyörűségesen szép terítőket, azt a kendőket megalkossák, vagy pedig azokat a ruházati portékákat, amiket itt találunk. Ezek mind olyan csodálatosan szépek, amelyeknek a segítségével a mi életünk gazdagodhat. Kedves Érinke, ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejön, a te nagyon sok segítséget kellett hozzá a szervező munkád. Önkormányzatom nevében kívánom neked azt, hogy legyen nagyon sok erőt az elkövetkezendőben is. Az, amit elgondolsz, az mindig sikerüljön, hiszen létrehoztatok most a hímzőkör tagjaival, az egy csoda. És kívánom neked azt, hogy akkor, amikor belépszek a teremben, érezd azt, hogy mindenünk tiszteletét bírod. És kívánom neked ezzel a virágcsokorral, ami egy kicsit a virágos mezőre is utal, hogy nagyon sok egészséged legyen. Kívánom azt, hogy tudjál szervezni még több kiállítást a részünkre, hogy mi pedig gyönyörködhessünk benne. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A mezőtúri népi díszítő művészeti szakkör harmadik mezőtúri Száztor szép hímzőverseny Kalocsai virágok című kiállításának megnyitójára került sor a mai napon, és képviselőasszony nyitotta meg ezt a rendezvényt, hogyan lehetne értékelni. Tulajdonképpen én nagy örömmel vállaltam el azt, hogy megnyitom ezt a kiállítást, hiszen ismerve a hímzőkörnek a munkáját, már több alkalommal is lehetünk itt vendégek, és megcsodálhattuk azokat a kiállított tárgyakat, amelyeket annak idején is hoztak, és most is. Annak örülünk a legjobban, hogy nem csak mezőtúrról, hanem a környékbeli településekről is érkeznek munkák, illetve aminek most nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy a törökbecseiek is hoztak gyönyörűségesen szép motívumokat, olyanokat, amelynek a segítség úgy érzem, hogy még gazdagabb lett ez a kiállítás. Ön szerint miért fontos a hagyományok ápolásai módon? Tulajdonképpen, hogyha a jövőnket akarjuk megnézni, és akarjuk majd ismerni az elkövetkezendőben, fontos az, hogy ismerjük azt, hogy milyen volt a múltunk. Én most Székelyföldön jártam a múlt héten, és ott egy nagyon kedves idős hölgy ismerősöm van, aki elmondta, hogy ezbe a fél évben 28 székely ruhát vart. És ez is egyfajta olyan kötődés a népi hagyományokhoz, ott Szentgyörgy környékén, Sepsiszentgyörgy környékén, ami csodálatosan szép dolog, hiszen tudjuk nagyon jól azt, hogy ott is ugyanolyan nehéz, vagy egy kicsit gátolt az, hogy alkothassanak az emberek, de tiszta szívükből teszik meg. Ugyanúgy, mint azok az emberek, hölgyek, akik itt vannak. Csodálatosan szép az a motivumvilág, amelyet most képviselnek, és itt azokra a tárgyakon találhatunk. Nagyon-nagyon fontos ez nekünk. Én pedagógus vagyok, tudom nagyon jól azt, hogy a gyerekeink részére is fontos, hogy ezeket közvetítsük, de ugyanúgy van ez a társadalom többi rétegébe is. Aki nem ismeri a múltját, az nem tud a jelenben élni, és nem fogja tudni azt, hogy milyen a jövője. Ezt mindig tisztelni kell, és mindig hozzá kell alakulnunk. A megismeréssel gazdagabbak leszünk mi is, és akkor a jövőnk lesz az, amelyik majd még színesebb és gazdagabb lesz. Ez a kiállítás meddig várja a látogatókat itt mezőtúron? Jól tudom, július 26-áig várja. Ez azt jelenti, hogy van még egy jó hónap arra, hogy megnézzék, és kérek szépen mindenkit, hogy akinek egy kis ideje van, kukkancson ide be, nézze meg ezeket a szépségesen szép terítőket, használati tárgyakat, mert egy az, hogy ezeknek a viselése a mai világban már, hála Istennek, egyre jobban visszatér. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy a lakáskultúrának is egyik része lehet az egy-egy szép futó, vagy egy-egy szép függöny, amit itt látunk, és azok díszítik és nemesítik a
következőkben is a lakásunkat. A harmadik mezőtúri Száztor szép hímzőverseny Kalocsai Virágok című kiállításának megnyitójára került sor a mai napon. Hogyan lehetne bemutatni ezt a kiállítást? Ez a kiállítás egy kalocsai hímzésekből összeállított kiállítás. Láthatóak a kalocsai hímzés mindennemű formája, az ókalocsai hímzés, a szomorú pamukos, a színes, illetve a riseliős változat is. Annak érdekében készítettük ezt a kiállítást, hogy népszerűsítsük a kalocsai hímzést, hiszen az országos kiállításokon ma már ritkán lehet látni, hiszen igen nehéz a színes kalocsai hímzés színezése, ezért nem szívesen vállalkoznak már rá az asszonyok. Itt viszont szépen látható, hogy azért még csinálják sokan, és megmutatták itt a közönségnek a munkáikat. Hány kiállítónak a munkáját láthatjuk a mai napon? Volt egy díjátadó is. Több mint 40 kiállító munkáit láthatjuk. Volt, aki csak egy darabot hozott, volt, aki 15-öt. Nagyon szép anyag gyűlt össze, szebbnél szebb alkotásokkal, és igen igényes szép munkákból készült el a kiállítás. A mai megnyitóra testvértelepülésről is érkeztek. Nagyon örültünk neki, hogy el tudtak hozzánk jutni, hiszen a távolság miatt általában nehezen megoldott, hogy együtt tudjunk kiállítani. Velük a barátság már most több éves, mi is voltunk náluk kiállítani, és hát nagyon örültünk mindannyian, hogy találkozhatunk, illetve hogy elhozták az ő hímzéseiket, amik nagyon szépen vannak elkészítve, igazán valósághűen vannak kihímezve, szinte hiba nélküliek. Meddig várja a látogatókat a kiállítás, és mikor lehet megnézni? Szerencsére hosszú időt kaptunk a kiállítás megtekintésére. Július 26-áig lesznek fönt a kézimunkák a falon, addig szeretettel várjuk a kedves látogatókat. Június 30-án a nyárköszöntő mulatságot tartott az Újvárosi Hagyományőrző Klub a Közösségi Ház nagytermében. Mezőtúr városa nevében Bata Attila Viktor alpolgármester köszönte meg a klub munkáját. Az eseményen készült felvételünket láthatják. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm, igaz, hogy vártunk volna többen néged, de vagy nem érnek rá, vagy még ezután tudnak jönni. És de attól függetlenül nagyon nagy szeretettel köszöntsük alpolgármester urat, hogy elfogadta a meghívásunkat. És én nagyon nagy szeretettel köszöntöm minden kutatómat. Most jelenleg egy ilyen családos és összejövetel, és a szakácsok fognak, nem ütlet is. Ja, itt vannak csúcsok. Kész van a finom jó ebéd, és jó étvágyat kívánok mindenkinek. Nem beszélni sokat, mert így van, és nyárköszöntő. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, Mezőtúr város önkormányzatért a saját nevemben. Nagyon örülök, hogy ismét találkozhatunk egy rendezvényen, hiszen minél több rendezvény van, annál színesebb az élet. És éppen szombaton voltam itt, amikor átadták ezt a, megnyitották a kiállítást, illetve a tánc bemutató, citera bemutató volt. Tehát én nagyon köszönöm az önök munkáját, hiszen ha nincs hagyományőrzés, akkor jövő sincs. Tehát én elnéztem, hogy ezek a délvidéki, ugye fiatalok, hogy ezek meghallották a magyar népzenét, egyből táncra perdültek, és tudtak is táncolni a régi hagyományos módon. Ez sajnos nálunk ugye pótlásra, javításra szorul, úgyhogy külön köszönöm a munkájukat, kívánok nagyon sok erőt, egészséget és további sikeres munkát, és a város nevébe szeretnék a klubnak átadni egy kis ajándékcsomagot, fogyasszák szeretettel, és nagyon jó étvágyat kívánok az ebédhez. Nyárköszöntő bulit rendeznek a mai napon, mi fő a bográcsban? A bográcsban, ó, finom, jó, marha lábszár. Hogyan készítették ezt a marha lábszár pörköltet? Hagyományosan készült, lábszárból, hagyományos fűszerekből. A fűszerek arány adja meg azt az ízt, amit lényegében az alföldi ember, mink szeretünk. De hagyj folytassa tovább. Annak idején a Honvédségnél én szakács voltam, ott kicsit belém verték, eredeti mesterségem ment, és tehát nem nagy dicsőség, hogy tudok főzni. Megtanultam, és azóta én így csinálom. Úgyhogy
biztos, meg kell kóstolni, és akkor biztos, hogy finom lesz. Semmi extra, só, bors, paprika, kész, ennyi az egész. Hány adagot készítettek a mai napon? 20 kg maralábszárat főztünk, hát ez olyan 40 adagnak fele meg körülbelül. Jó lakásig. Nem csak kóstolóba, jó lakásig. És mi lesz a köret hozzá? Sósburgonya köret hozzá. Emellett milyen programokat várják még az érdeklődőket? Most nem csinálunk nagy programot. Most ez csak egy ilyen családias összejövetel majdnem. Nem lesz jóformán semmi, nem lesz műsor, nem lesz ez, nem lesz az. Egy kis elbeszélgetés. Ha jól tudom, citerázással is várják, akik ellátogattak ide. Ja, hát igen, a csapatunkban vannak citerások, akik fognak egy-két nótát eljátszani nekünk. Ők magyar nótát, népdalt, ami jön, ki mit kér. Úgy szoktuk, hogy kérjük, hogy na most te ezt játsz, nekem azt, azt eljátszák. Hogy lényegében ez a délután azért van, hogy mindenki egy kicsit kiszabaduljon a hétköznapokból. A másik dolog azt tudni kell, hogy ennek a klubnak egész évre vannak tervei, amit szeretne teljesíteni. Ehhez ugye valamilyen formában erőt is kell gyűjteni, meg ezek az egész évi tevékenységek úgy fognak sikerülni, hogyha össze van kovácsolva az egész klub. Ezért próbáltuk ezt a nyár indító délutánt úgy összehozni, hogy mindenki felszabaduljon, mindenki kikapcsolódjon, innen úgy menjen haza, hogy pihenten, és készüljön azokra a teendőkre, ami egész évben előttünk van. Sorolhatnám itt a kaszálás, sorolhatnám itt a augusztus 20-át, sorolhatnám itt a kubikus emlékműnek a megemlékezését, de nyíltan kimerem azt mondani, hogy ez csak úgy fog eredményesen létrejönni, meg eredményesen lezárulni, hogy erre fel kell készülni. Széjjel osszuk azokat a tevékenységeket, amit egész évben ránk várnak. Ezt most úgy gondoltuk, hogy egy marhalábszár pörkölt mellett, ki kólát iszik, ki egy pohár sört iszik, vagy bármit, aki szeret. Kényelmesen meg tudjuk beszélni, feloldottan. 12-én pedig lemegyünk aratni. Minden évben el szoktunk menni. Most Szarvasra tudunk menni, csak mert eddig mindig mentünk úgy, hogy Szarvas, meg Törökszent Miklós. Ezek a kaszáló versenyek általában nem csak határon belüli jelenkezőket, hanem a határon kívülőket, úgymondva Kárpát-medencei magyarokat összevonza. Ezért vonzottunk mink ahhoz, hogy mérettessük meg magunkat itt Magyarországon, mezőtúron belül, hogy milyen is ez a kaszálás, és milyen ez a kaszáló verseny, és ezt egy olyan zsűri fogja ezt eldönteni szintén, aki tudja azt, hogy néztek ki 100 évvel ezelőtt azok a táblák, amit a magyar kaszások ott hagytak. Na most ez a kaszáló verseny általában 19-25-26 táblába folyik, inkább úgy mondom, hogy parcellába folyik, ahol igenis van mit eldönteni a zsűrinek, és el kell mondanunk, hogy az utolsó 3 évben igen kimagasló eredményt hoztunk el, mert a kiváló kaszás emléklapot és vele járó jutalmat a mezőtúri újvárosi hagyományőrző klub kaszása hozta el. Köszönöm figyelmüket! A Mezőtúri Városi Televízió heti hírösszefoglalóját látták. Egy hét múlva ismételten várom Önöket Mezőtúr és térsége legfontosabb eseményeivel. Viszontlátásra!